A fényvédő elengedhetetlen kelléke annak a neszeszernek, amit a nyaraláshoz készítünk össze. A szakemberek a legalább 30 faktoros változatot ajánlják, ettől gyengébb naptejet ma már nem is lehet kapni. Utazás előtt nem szabad megfeledkezni a rendszeresen szedett, felírt gyógyszerekről és azok megfelelő mennyiségéről. Hogy ezeken felül még mit kell tartalmazni az úti patikának, azt az dönti el, hogy ki, hova és mivel utazik. Hogy a kisgyermek van az utasok között, akkor semmiképpen ne felejtsék otthon a tápszert a gyermeknek, hogyha még tápszeres korú. Felnőttek esetében pedig, hogyha van krónikus gyógyszer, akkor azt mindenképp vigyük magunkkal. Sokszor ilyen előre kell gondolkodni, mert van, hogy a háziorvos az el kell látogatni és feliratni megfelelő mennyiséget. A következő, hogy mi az úti cél. Ilyenkor nyáron általában melegebb területekre mennek az emberek, és elsősorban vizeskedésre szokott szó lenni. Ilyen esetben, hogy a gyermek utazik velünk, akkor fülfájásra mindenképpen számítunk, fülcseppel kell készülni, lázcsillapító mindenképp legyen, ami egyben fájdalomcsillapító is, és ez kornak megfelelő legyen. Tehát a gyermek akkor, és kicsi, akkor valószínűleg csak szirupot tudnak vinni, hogyha már picit idősebb és van rá lehetőség, akkor viszont tablettát vagy rágó tablettát vinnek, ez már 6 éves kortól elérhető. És hát az kérdés még, hogy mivel utaznak, vonattal, repülővel, autóval, mindenképp készülni kell hány ingercsökkentővel, ami az egész családnak jó, ez tabletta, és attól függően, hogy az utasok akkor férfiak, nők, gyermekek, ennek megfelelően különböző gyógyszerekkel lehet készülni. Ami mindig kell, az a kötszer, a sebfertőtlenítő. Sebfertőtlenítőből érdemes olyat választani, ami vagy kenőcs halmazállapotú, vagy szilárd, tehát lehet kapni tablettát, amit ha feloldanak folyadékban, akkor fertőtlenítőszerként jól használható. Repülőgép esetében érdemes arra is gondolni, hogy bizonyos mennyiség fölött nem lehet folyadékot a repülőre vinni, ezért amiből lehet, érdemes szilárd halmazállapotú készítményt választani. Egy egzotikus országba utazás során az ételek is okozhatnak problémákat, amire érdemes felkészülni. Jó, ha van hasfogó, emésztés segítő készítmény is görcsoldó a kistáskában. És oda kell figyelni ezeknek a készítményeknek a tárolására és szállítására is. Érdemes kisebb neszeszerben vagy jól különítve a többi magunkkal vitt ruhától vagy dolgoktól vinni a gyógyszereket. Arra érdemes figyelni, hogy ne maradjon bent forró autóban, ne érje közvetlen fény, illetve a gyermek sose férjen hozzá ő könnyedén, ez a gyógyszereket esetében mindig fontos. És hogyha már nyári időszakról beszélünk, napégésre mindig érdemes készülni, erre léteznek habok, ezek talán a legjobb készítmények, mert akkor nem kell a bőrhöz hozzáérni és kenőcsöt kenegetni, hanem csak ráfújni, illetve allergiás tünetekre érdemes még készülni, akár káciumpezsgő tablettával, vagy szintén kenőcsökkel, tablettákkal. A legkedveltebb nyaralási célpontokon, mint például Olaszország, Törökország vagy Egyiptom, könnyen el lehet kapni fertőző betegségeket. Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a célországra vonatkozó kötelezően előírt vagy ajánlott védőoltásokról. Ahhoz, hogy ezek immunológiai hatása megfelelően kialakuljon a szervezetünkben, az első oltásokat legalább 6 héttel az indulás előtt meg kell kapni.